10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Szóval a mai videónak az elejéről igen, hiányzik a hang, ugyanis teljesen elszállt a kamerának a mikrofonja, de ez mit sem volna az értékéből. Higgyetek el, én legalább ennyire meg voltam lepődve, amikor Bálint a vacsora után közölte, úgyhogy mindenki fáradt volt, hogy odahoztak nekünk egy 1000 éves Dacia-t. Itt ne is kérdezzétek, hogy mit csinálunk. Cuki, hogy Bálint azt hiszi, hogy meg tud állítani két akkora vadállatot. És azt szeretnék, hogy próbáljuk ki. Nézzük meg, üljünk bele, úgyhogy mi itt tettünk. Jó szórakozást. Na, Bence. Kicsit furán érzem magam itt hátul. Azt én most megpróbálok kimenni, ha megtalálom a rüppert. Mutatnám, srácok, a, neked nem kell, a kamera már látta, a holtjátékot. Tehát a find that rüppert. 3 hours later. Ezért mindig előre. Már ez az előre. Igen, ezt eddig is tudtuk. Melyik a hátra? Most! Na! Aha. A légfékek, a hidraulikus légfékek... Kinyissam az ajtót, irányítsalak? Rendszer elképesztő tempóban. Ez csodálatos. Gondolom a szervó sokat segít. Há, hogyne. Vigyázz, hogy neki csattani a kapunak. Á. Székely kaput lebontani a Dacia-val. Figyelj, kisírülünk innen a székely. Vigyázz, mert hosszú az óra. Az új emberek, akik hozták a Dacia-t. Így van. Na várjál, mert... Amilyen az autója, meg azda. Ezek igazi becsületes széke emberek. Bence, szúrok neki egy finom egyet. Aztán pedig egy rükvercet. Figyelj! Na! Nem érünk vissza, elintegettem nekik. Elintegettem. Na, milyen érzés? Olyan, mintha egy autóba ülnék, Bálint, képzeld el. De elmondanám, hogy ez 1993-as darab. Olyan, mintha egy régi autóba ülnék. Aha. Figyelj csak! De ugye tudod, hogy ebből tulajdonképpen a román gazdaság kitermelt egy olyan, szerintem 10 millió darabot, hanem 15. Jó, léci, húzd fel az ablakot, kapcsolj be az ülésfűtést. Várj, bocsánat. Várj, azt mondta nekem, az ablakot úgy húzzam fel, hogy férfiasan. Az ülésekbe, és ezért nagyon nagy kényelmet biztosít a fenekünknek. Azért ott belett egy négyet szúrtam, véletlenül. Várjatok. Aha. Lemerült. Lemerült? Elemet kell cserélni. És mi történt? Nem indul el. Nem indul el. Hát akkor toljuk meg! Toljuk meg! Azt hittek, viccelek. Megtoljuk? Jajjaj. Toljuk meg, bikázzuk meg! Várjátok, hogy kell a fényt lekapcsolni? Megtoljuk! Toljuk meg! Ez most komolyan? Ezt a mindegy, fogd meg! Amúgy is! Azt mondták, hogy a Broda első évadában nem toltam a Ferrarit. Na most tolom a Dacia-t. Várjál, hajtsd be az ajtókat! De Szabi miért? Mert tovább! Ez az, gyerünk srácok, nagyon jók vagytok. Nyomjuk meg! De balra, lefele, jobbra menjél, lejtőre, lejtőre! Gyújtsad be! Gyújtsad be! Atya úr, de ne fékezz be, gyújtsd! Majdnem előreztem, te! Ez ennyi? Handi kapsi. Ez az! Ott van. Pak, azt mondták az első évadban, nem toltam a Ferrarit. Most toltuk a Dacia-t. Egyszer itt vagy az életben, egyszer ott. Ez reprezentálja legjobban. De most miért ment el? Hova? Álljunk meg. Bocsánat, nem is miért. Nagyon könnyű interjú. Itt vagyunk Székelykeresztúrón. Csöppet hideg van. Jól megtolták. Köszönjük szépen. Jó, megnyomtátok. Te meg jól tartottad a fényt. Megnyomtad vissza azzal. Ahol tudok segíteni. Most ahol a ketemet teszem, ott pénzterem. Haver, hátulról mell be, azt beteszlek a kertbe. Jó estét! Jó estét, kívánok, erőtek és segít! Hello! Jó, gyertek, beülök hátra, te ülj hátra, ülök előre! Jön egy kocsi! Csiptesd meg! Meg vagyunk? Jön egy kocsi, menjél már! Csiptesd meg! Egyes, papa! Rendesen szúrjad neki! Ez mi? Na, ugye, mi történt, gyerekek, az előbb? Vajon? Amúgy jól megtolt, valamelyikötök arcra esett közben? Persze, ma arra. Azt mondta a tulaj, hogy elviekben van benne és priszkopet. Mi a fasz? Ja, várjál. Nagyjál basszal. Júj, de jó. Júj, de jó. Jó, oké, oké. De ti láttuk valamit? Nem. De. Jó. Szuper. Hova megyünk?
Hát teszünk egy kör. Na, ezzel tesó, megváltjuk a világ. A por mennyiség. Papa, 93 alatt. Óvatos indexeléssel jelzem a mögöttünk lévőnek, hogy egy Dacia típusú géper. Ne menjél már innen. Most lenne egy olyan kérdésem. Igen. Hogy vajon 1993-ban lévő por darabka van ebbe az autóban? Tesó, itt van, nézd! A végsebességet mutassad már. Azt írja a számlap, hogy 180 km per óra. Szögből lehet, ahogy 100. Szerintem. Igen, egyébként ez a fejlámpa, ami itt van mögöttünk, ez többet mutat előre, mint amúgy a fény. Tehát nézzék ki előre. Srácok, gyengéden jelezném nektek, 1 millió 200 km ben van a gép. 1 millió 237 ezer. Jézus Isten. Megért már egyet-mást, nem látok semmit. Együtt nézzük már az utat, jó? Valahol én megpróbálok egy ilyen menekülő... Vigyázz, jön! Egy menekülő... Fiú, hol a három? Azt mondta a tulaj, hogy négyesen nincs nagyon szükség. Tehát, hogy aha. Én nem látok ilyen, mi van ezzel az ablakkal? Várjátok, nyomom a féket körülbelül egy 200 méter óta. Jó, van, tesó, oké. Okay. Na, én itt akkor megsírülök. Sírülj át! Hey! Aha! Jó napot! Megkoltuk a tikot! Na, és akkor most... Meled! Isten! Várjál! Jön egy autó, jön egy autó, állj meg! Jön egy autó, az gyorsabb nálad, úgyhogy hagyd abba! A rükkvenc egy kicsi néha kihaigálja belőle. Ne, hú, várjál! Figyelj! Hú, de szépen és akkor a szervó dolgozik is. Júj, de jó! Jön egy vonat jobbról! Jó. Jó. Egyes! Szúrd neki oda! Megköszönjük! Azt meghalsz, hallod? Meghalsz, műanyag kapcsolós a vészhelyzet. És a fűtés, az megvan? Ez a fűtés. Azta! Itt vannak a Knight Rider. Napot! Itt kered a kávét ezzel. Igen. Szóval, azért a román ipar csodája, nem? És egy elmaradhatatlan kereszt is füzéren, gyöngyfüzéren az érdó. Nézz előre azért, mert a autók itt járnak. Ott az autó. Vezető, röjjed, amarul, röjjed. Ugye tudod, Bájt, hogy ez egy legenda autó itt Romániában. Hát most már tudom, ilyetemben nem vezettem, és azt mondták, van platós kivitelben is. Hogy ne lenne? Na, térjünk be ott, ahol kijöttünk már, ne félek. Jó. Sokat nem látok amúgy. Ezt egyébként úgy hívják, hogy Papus Dacia. Na jó, igazán, hogy be kell valljak srácok nektek valamit, ezt nem kölcsönkértem. Hát mit csináltál? De az a két koma, aki ott volt, azok a háziak voltak, ezt én innen a figyeltek, kutya! Tényleg ott volt egy kutya, tesó? Halljátok? Láttam! Halljátok? Megvetted? Tudod mennyi egy ilyen kocsi, tesó? 100-200 lej, 10.000 forint. Esküszöm neked. Te viccesz vele. Nem, komolyan mondom. 20-30.000 forint, én veszed ilyen autót. Amúgy az ülésborításodra még fejlem a figyelmet, ez a finom pokraúc, ami rajta van. Bálint? Igen? A kipufogóból áradó füst az jelenleg itt áll bent az autóban belül. Jó, ezt hát azért, mert... konkrétan vágni lehet! Vágni! Látok, index. Index, jó. Sűlet. Mert ugye ő így... De te jobbra indexelsz, nem balra. Mert hogy ugye ez így fűt, tehát úgy van, hogy a kipufogó, ha bejön, akkor fűtöd. Jaj, papa, az akkumulátor jelzőjé nem nagyon biztos a számok. De úgy látom, annak a kilométer órára sem megy. Nem mutatja, mennyivel megyünk. Áháj, szenó! Amúgy egyébként... Ne? Jó, hát szerint... Azt mondták, is... hogy mindenen is átmegy ezekkel a 14 tolos könnyűfém felnivel, ami... Már-már műanyagra hajaz. Igen, már a műanyagra hajaz. Igaz is. Ezt hallgassátok meg, ideig fáj dogált a fejem, de most már fáj hát a fejem, igen, ettől a füstől. Fűtés, igen. Na, meg is érkezünk a házhoz. Jó, de szerintem már hallják dudájegyet. Egy kicsit nyesz lett, de... Jó, de jó. És ennyit tudtam kihozni. Köszönöm szépen a fuvart. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a... Elviszlek magammal valahova a videó. Karaoke. Carpool karaoke. Szevasztok! Na, hát... ez is megvan. Útközben volt egy kis csellengés. Nem tudtam újra indítani a gépjárművet, szerencsére Bájos segítőim betolták, és azt hiszem Patrik arcra is esett köze mögöttem. Úgyhogy köszönjük szépen a tulajdonosnak ezúton is a gépjárművet, és engedje meg, hogy majd megháláljuk ezt egy jó... csiki sörpárlattal, mert hogy hát azért csak nem adjuk ám vissza az autót üres kézzel, benzinbe a pálinkát nem öntjük, úgyhogy inkább a gazdájának odaadjuk. Köszönjük szépen, hogy néztétek ezt a részt, találkozunk egy következő videóba. Sziasztok! Sziasztok!